Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Boldog iskolák és óvodák, több pécsi intézmény is alkalmazza a pozitív módszertant. Segítség a működéshez, virológusok gyűjtenek a Nevetni Kék Alapítványnak. Nyílt napok a középiskolákban, megkezdődött a felvételi eljárás. "2012-ben indította el a Jobb veled a világ alapítvány pozitív pedagógiai és nevelési programját. A kezdeményezés célja, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára. A módszertant több pécsi intézmény is alkalmazza, stábunk az egyik általános iskolát látogatta meg. Megerősítő mondatok és pozitív gondolatok a falon, valamint az egész pedagógusi szemléletben. Többek között ezért is kaphatta meg a Köztársaság téri általános iskola immár harmadszor a Boldog iskola címet. Az intézményben már a 90-es évek óta fut egy egészségprogram, ami a gyerekek mentálhigiénéjével foglalkozik. Alkalmazkodva azonban az utóbbi évek kitettségeihez elindították boldogságprogramjukat is. Ez leginkább azt jelenti, hogy a tanárok a gyerekeknek megtanítják azokat a praktikákat, amelyek segítségével képesek szembenézni az élet adta nehézségekkel, és közben törekednek megtalálni a megoldást a problémákra. Danka Edit igazgató helyettes stábunknak elmondta, erre azért is van szükség, mert a gyerekek lelki stabilitása sokat romlott a COVID-járvány alatt is. És ezt, hogy ellensúlyozzuk, meg kell nekik tanítanunk azokat a módszereket, amivel ezen túl tud jutni. Például egy egyszerű düh, kétörést hogyan tud kezelni, vagy hogyan tud a társával jobban kommunikálni, hogyan tudja a konfliktusait kezelni. Az igazgató helyettestől megtudtuk, a tantermekben olvasható építő jellegű feliratok mellett a tanárok adott témák köré csoportosítva adják át a tanulóknak azokat a módszereket, amelyek segítségével könnyebben oldhatják feszültségeiket. Ilyen témák vannak, mint például a hála, most az októberben az optimizmus hava van, aztán majd jön a társas kapcsolatok, a célkitűzések, tehát tényleg amivel egy tudatos felnőtté válhat majd a gyerek a későbbiekben. A Boldog iskola programot egyébként amerikai minta alapján indította el Magyarországon a Jobb veled a világ alapítvány, melyhez már több ezer közoktatási intézmény csatlakozott az országban. Pécset a Köztársaság téri iskola mellett még 8 iskola és 11 óvoda dicsekedhet a Boldog iskola vagy óvoda címmel. Ecsetekre, festékekre gyűjt a Virológiai Nemzeti Laboratórium. A központ a Nevetni Kék Alapítvány nagyköveteként 150 ezer forintot szeretne adományokból összegyűjteni egy mesefal festéséhez. A pécsi non-profit szervezet önkéntesei a klinikai kezelés alatt álló gyermekek közérzetét javítják programokkal, szabadidős foglalkozásokkal. Ezek a felvételek a Nevetni Kék Alapítvány közelmúltban átadott új épületének avatóján készültek. Noha a ház elkészült, még sok a tennivaló, így például a szervezet egy mesefalat szeretne kialakítani, amivel otthonosabbá tudnák tenni a kicsik számára a helyet. Ebben segít most nekik a Pécsi Virológiai Nemzeti Laboratórium, amely folyamatosan kap felkéréseket az egészségügyi intézményektől hasonló projektek támogatására. Most összesen 150 ezer forintra van szükség ahhoz, hogy az alapítvány megszervezze a falfestő önkéntesekkel a munkát, illetve beszerezzék a szükséges eszközöket, alapanyagokat. A virológusok elkötelezettek a Nevetni Kék Alapítvány mellett, mondta Jakab Ferenc, a kutatócsoport vezetője. A
szeretnénk az alapítványt tovább támogatni, szeretnénk, hogyha minél többen megismernék az alapítvány munkáját, hiszen egy nagyon hasznos és nagyon fontos munkát végeznek, ezért vállaltuk el a Nevetnikéknek a nagyköveti felkérését, és ezért szeretnénk a jövőben is a gyermekeket segíteni, és az alapítványon keresztül minél többet megtenni ezeket a gyermekekért. A Virológiai Nemzeti Laboratórium több alkalommal vállalt már jótékonysági feladatot, mondta Jakab Ferenc. Legutóbb a járvány ideje alatt utalták át a Nevetnikék alapítványnak az összes tiszteletdíjat, amit az általuk megtartott tájékoztató fórumokért ajánlottak fel a központ munkatársainak. A héten újabb csarnoképítés és infrastruktúra fejlesztés indult meg a Déli Ipari Parkban, mint azt a városházi közlemény írja. Mindkét beruházás egy uniós támogatású program részeként valósulhat meg. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy további munkáltatók települjenek Pécsre, biztosítva így a város gazdaságának erősödését. Még október 31-éig tájékozódhatnak a szülők és a nyolcadikos diákok a középiskolai továbbtanulási lehetőségekről. December 2-ától kezdődően ugyanis kezdetét veszi a felvételikre való jelentkezés. A középiskolák folyamatosan tartják nyílt napjaikat, hogy segítsék az általános iskolát végző fiatalokat a döntésben. Stábunk ma a Pollák Mihály Technikumban járt. Jónak tűnik így a szakma, meg van továbbtanulási lehetőség innen nézve. És ez volt azért az ok, hogy ezt megjelöltem első helyen. Egy közeli ismerős által hallottam erről az iskoláról, és amint tudtam, hogy lesz nyílt nap, jöttem. Édesapám ajánlotta ezt az iskolát, mert egyrészt egy magas építőre mindig szükség van. Többek között ezek a szempontok befolyásolták a Kispollaknak is nevezett technikum 9-eseit tavaly, hogy ebben a középiskolában tanuljanak tovább. Az intézmény képzései iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a kedd délelőtti nyílt napon is sok nyolcadikos vett részt. Szafenauer József igazgatótól megtudtuk, leginkább az építőipari technikus szakon van túljelentkezés, de a földmérő és vegyész szak is igen népszerű. Ennek oka, hogy ezeken a területeken a szakemberek iránt folyamatos az igény, a minőségi munka azonban itt is elvárás, ezért iskolájukba is leginkább a motivált diákok jelentkezését várják. Én úgy szoktam fogalmazni a szülőknek, a gyereknek, hogy a jó tanulók jöjjenek ide, mert van olyan iskola, ahol a 4,2-es átlag legalább olyan, mint egy másik iskolában 4,8-as átlag. Én azt mondtam, hogy ha valaki motivált, a szakmáját szereti, szívesen tanulja, akkor 4-es átlaggal is simán át tudja végezni az iskolát, sőt, továbbtanulásra is képessé tesszük, hogyha ő is szeretne tovább tanulni. Az igazgató arról is tájékoztatta a nyílt nap résztvevőit, hogy milyen teendőik vannak a diákoknak a felvételivel kapcsolatban. El kell kezdeniük a felvételi jelentkezési lapok kitöltését, és kell választaniuk ágazatot, szakmát, kitöltik, beküldik, és majd lehet még változtatni a sorrenden a későbbiekben. Nekünk is van egy felvételi eljárási rendünk, nálunk nincs központi írásbeli, hanem a felvételi, a nyolcadikos eredményeik alapján, pontszámok alapján döntünk a felvételi sorrendről. A felvételivel kapcsolatos határidőkről és a jelentkezési lapok beadásának módjáról az Oktatási Hivatal honlapján érdeklődhetnek a szülők. A sikeres felvételi eredményeket leghamarabb jövő áprilisban hirdetik ki. Folytatódik a motoros barát szalagkorlát telepítése a Magyar Közút Nonprofit ZRT által kezelt utakon. Az első motoros alácsúszásgátló elemeket a 66-os főút Mánfa térségi szakaszán a múlt héten szerelték fel a szakemberek. Ezen kívül Baranyában hamarosan a Pécs-Abaliget összekötő út 11 szakaszára is kihelyezik ezeket az eszközöket, összesen 760 méter hosszban. Mint azt a társaság közleményében írja, nem véletlenül esett a választás ezekre a helyszínekre. Az utak vonalvezetése és a táj is csábító a motorosok számára, azonban a bátrabbak sokszor a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekednek ezeken a szakaszokon, melyekből több baleset is származott már. A szakemberek a telepítések után is fokozott figyelemmel kísérik majd ezen helyszínek baleseti adatait, folyamatosan gyűjtik majd a tapasztalatokat, hogy további motorosok által kedvelt útszakaszokon is kihelyezhessenek hasonló közlekedésbiztonsági elemeket.
Pécset járt az elmúlt napokban a Petőfi busz. Az utazó kiállítás kiemelt célja, hogy élményszerűen mutassa be Petőfi Sándor életművét és életútját. A költő születésének 200. évfordulója alkalmából útjára indított vándorkiállítás egyik állomására stábunkkal is ellátogattunk. Különleges jármű parkolt kedden az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola udvarán. A busz belseje a Petőfi Irodalmi Múzeum új kerekeken gördülő kiállítását rejtette, amely a jövőre induló Petőfi emlékév kísérő programjaként indult útjára szeptemberben. A tárlat interaktív módon élményszerűen dolgozza fel a költő élet útját. A Petőfi busz iránt országszerte és a határon túl is nagy az érdeklődés. Mielőtt elindultunk volna, már több mint 200 település jelezte, hogy szívesen vár minket, és ahogy elindultunk, egyre több település megismert minket, egyre több látogatónk érkezett, így nyilván még több helyről kaptunk megkeresést. Úgyhogy nagyjából a személy végéig megvan az útvonalunk, pontosan milyen településekkel. A vándortárlat maga is képzeletbeli utazásra hív, a látogatók 10 kiemelt gyűjteményi darabon keresztül idézhetik fel a költő életének meghatározó állomásait. A relikviákhoz kapcsolódó versek, irodalomtörténeti érdekességek önálló felfedezésre, kutatásra ösztönzik az érdeklődőket. Mivel ez a fajta múzeumpedagógiai foglalkozás teljesen más eszközökkel dolgozza fel az irodalomórákon megismerhető tananyagot, az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola diákjainak is sok érdekes és hasznos információval szolgált. Teljesen más, mint amit az iskolában megszoktak. Itt ez egy igazi élménypedagógiai óra, foglalkozás inkább a gyerekek számára. A Petőfi busz a tervek szerint 2023. augusztusáig járja majd az országot és a Kárpát-medencét. Újra gyerekrajzoktól lesz fényes a dzsámi. A Zsolnai Örökségkezelő idén is meghirdeti az adventi épület festő gyerekrajz pályázatot, melynek célja, hogy a gyerekek a dzsámi mintasablonját színezzék ki, minél hangulatosabb, szebb alkotásokat létrehozva, melyek illeszkednek az ünnep és a hely szellemiségéhez. A mini fényfestő alkotásokat az ikonikus pécsi templom homlokzatára vetítik idén is advent hétvégéin. Tavaly országszerte több mint 3000 gyermek adta le munkáit a kiírásra. A pályázatra idén 3 korosztályban nevezhetnek a 4 és 15 év közötti fiatalok. A munkák leadási határideje november 20-a. Végül néhány szó az időjárásról. Szerdán napos, felhős időszakok váltják egymást, keleten süthet ki hosszabb időre a nap. Esőre csak elszórtan kell számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este, ugyanebben az időpontban jelentkezünk, viszontlátásra!